Pár héttel ezelőtt, miután hazaértem egy gerinctúráról, megmértem, hogy mennyi a súlya a szemétnek, amit generáltam 5 nap alatt, és ezt a fényképet kitettem az Instagramomra. A 184 g meglehetősen elhanyagolható volt a 20 kilós hátizsák mellett. Miért mondom el mindezt? Azért, mert ennek a csatornának nem csak az a célja, hogy bemutassa a természet szépségeit, és hogy megtanítson biztonságosan túrázni, hanem a többi ember és a természet tiszteletére való bátorítás is. Már a legelső videómban is, amit 3 évvel ezelőtt feltöltöttem, felhívtam rá a figyelmet, hogy milyen szemetet hagynak a turisták a Transfogarasi út mentén pár méterre a szemetes kukáktól. Természetesen mindezt nem csak elméletben mondom, hanem gyakorlatban is megpróbálok jó példával előjárni. Pár évvel ezelőtt részt vettem önkéntesként a legnagyobb személygyűjtő akcióban is, amit Romániában szerveztek, a Let's Do It Románián, hogyha találok egy fotót, akkor ide fogom tenni. És ugyan az óceán nem asszociáljuk tipikusan túrázással, ez mégis a természetnek az egyik nagyon fontos összetevője, és az elmúlt években mi is nagyon sokszor túráztunk óceános környezetben, Norvégiában, Izlandon, Madeirán, Tenerifén és Cipruson. Ezért is szeretném most felhívni a figyelmet egy nagyon ambiciós kezdeményezésre, amit több milliós feliratkozó táborral rendelkező youtuberek indítottak el, olyanok, mint MrBeast, Mark Rober, Veritasium vagy Medved. 2 évvel ezelőtt sikerült 20 millió dollárt összegyűjteniük 20 millió fa ültetésére, és idén a cél 30 millió dollár az óceánok megtisztítására. Sikerült elérni, hogy minden adományozott dollárért 1 fontnyi, vagyis kb. Fél kilónyi szemetet tüntessenek el a megbízott szervezetek az óceánból, vagyis a 30 millió dollár kb. 13,5 millió kilónak felelne meg. Ezért aztán valahol itt linkelni fogom az erről szóló bemutató videót, és mindenkit bátorítok rá, hogy menjen fel a teamseas.org-ra, és adományozzon bármilyen kicsi összeget erre a célra. Én is így fogok tenni, és a kijelölt hozzászólásban megtalálod majd, hogy hány kiló szemét hozzájárulását sikerült megfinanszíroznom. Mutassuk meg, hogy a YouTube közössége nem csak fotelhuszárkodásról, vagy negatív értelemben vett influencerkedésről szól, hanem közösen nagy dolgokra vagyunk képesek. A többi ember és a természet megijesztett egy madár.